A bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete 10 éve működik, a tagok között egyre több a fiatal, nem véletlenül, hiszen rengeteg programot szerveznek, és állandó részvevői a Tolnai megyeszékely rendezvényeinek is. Most az egyesület vezetői is részt vettek azon a tájékoztatón, amin a következő időszakban a civilek által igénybe vehető pályázatokról volt szó. Összességében elmondhatom, hogy sikeresen tudtunk pályázni. Pályázatok összegéből fel tudtunk öltözködni, tehát viseletes ruháink vannak, a férfiak, női ruháink, a konyhai eszközöket berendeztük, gáztűzhely, mosogatógép, projektorunk van, a takarításhoz mindenféle eszközünk van. A civil egyesületek a kormány többféle pályázati rendszerében is részt vehetnek, például a Magyar Falu programban, de a Városi Civil Alap is nekik szól. Ezek mellett pedig a Nemzeti Együttműködési Alap tenderein is évről évre indulhatnak, ráadásul egyre több pénzhez juthatnak így. Idén 9,3 milliárd volt benne, jövőre 10,8 milliárd lesz, tehát egy érdemi növekmény, másfél milliárdos növekmény van benne. Én szerintem ez jó a civileknek, lesznek egyéb pozitív változások is a pályázati kiírásban. Az egyszerűsített pályázat például 300 ezer forintról 350 ezer forintra nő, ami pozitív, különösen úgy, hogy aki elindul ezen, az bírálóbizottság nélkül alapvetően nyertesnek tekintheti magát. A civileknek szóló tájékoztatót a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte. Az elnökük Berta Zoltán azt mondja, fontos, hogy az egyesületek minél többet tudjanak az általuk igénybe vehető forrásokról. És alapvetően a működésükkel kapcsolatos forrásszerzés elsősorban a támogatások témaköréről fognak előadások elhangozni. Egyrészt, hogy milyen forrás lehetőségek voltak, lesznek a közeljövőben, illetve ezeknek a gyakorlati felhasználása, elszámolása, ezzel kapcsolatos szakmai tájékoztatók. Magyarországon összesen több mint 34.700 egyesületet jegyeztek már be, közülük 982 működik Tolna megyében, a Dél-Dunántúlon pedig több mint 4.100.